Te mondd, te harcos ember vagy, vagy pedig, amit kívülről látni lehet, hogy egy szolgálatkész jámbor pasi? Én egy ellentmondásos személyiség vagyok, nyilván. Ezt még nem mondták rám, hogy szolgálatkész jámbor, de azt gondolom, hogy munkában szolgálatkész vagyok, és ha kell, akkor jámbor is. Egyébként én egy harcos ember vagyok. Én mindenütt az igazságot keresem. Nem csak a szerepeken belül, nem csak egy előadásnak az igazságát, hanem az életben is, az élet jelenségeinek az igazságát, és mindig mögéje szeretnék látni, és mindig meg szeretném tudni, hogy mi miért van, és bizonyos dolgokat, jelenségeket, történéseket mi okozott. És emögé szeretnék látni. Na most van egy ilyen nagyon rossz tulajdonságom, hogy nagyon sokáig védem a magam igazságát, hogyha van valamiről véleményem, és leginkább van, azt nagyon sokáig védem, és nagyon várom, hogy valaki ellent mondjon, és nagyon várom a vitát, és nagyon várom, hogy esetleg, hogyha azról a dologról, bizonyos dologról nekem rossz véleményem van, negatív véleményem van, szeretném, ha pozitív véleményem lenne, és nagyon várom, hogy valaki meggyőzzön a kontrájáról, az ellenkezőjéről annak, amit én gondolok, és hogyha végül sikerül meggyőznie, akkor azt hálásan elfogadom és örülök neki. Semmi góc nem marad benne, hogy a fene egye meg, nem én nyertem. Nem. Á, nem. Hát nekem fontos az, hogy kiderüljön az igazság, hogy számomra is kiderüljön az igazság. Különösen, hogyha valamiben kételjeim vannak, akkor nagyon vehemesen, keményen tudom képviselni a magam véleményét, ezért aztán nagyon sokan legyintenek, aztán nem is vitatkoznak velem, mert azt gondolják, hogy ezzel úgyse érdemes, mert mit tudom, esetleg erősebb hangom van, mint a vitapartnernek. Én soha nem voltam például politikai pártnak a tagja, soha. Valamikor a 90-es évek elején, 91-ben ott voltam, amikor a Vajdaságban az első magyar párt megalakult, annak az egyik alapító tagja vagyok, a VMDK-nak, Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének. És nagy szívfájdalom volt a számomra, hogy azóta szétrobbant ez az egyetakarás, ez a saját érdekeinket megfogalmazó politikai pártok, aztán sok szólamúvá váltak, mondják ezt így szépen magyarul, ami egy nagy hazugság, mert nem sok szólamúvá váltak, hanem sokféle érdekeltségű ember jelentott meg, sokféle magánérdek jelent meg, és ezek cibálták szét, nem csak nálunk, hanem a környező országokban is a magyar érdekeket védő, először megalakult pártokat. Te mondd, egy paraszt gyerekből hogyan lesz nevezetes magyar színész, aki egyben határon kívüli magyar színész? Juhokat terelgető juhász voltam gyerekkoromban. Kint a pusztában, tanyán töltöttem életemnek egyik jelentős részét. 2 évet, de ez nagyon jelentős volt. És én nagyon sokat ábrándoztam, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy a fecskék hová költöznek, és hogy a disznó, amit legeltettem, annak az életének mi értelme van. Tehát ugye az élet nagy dolgairól én sokat gondolkodtam, hozzásegítettem hozzá a minisztránsként templomban eltöltött vasárnap délelőttök is, ahol áhítattal hallgattam a papot, és azt valami másik világnak gondoltam, és nyilván így is van, hogy a templomban egy másik világ jelenik meg az ember lelkében, és én ebből a mérhetetlen sárból, amelyben éltem, hát mondhatom, hogy szegénységben, én 6 kilométerre jártam általános iskolába,
akkor már alsó osztály, másodikba, harmadikba, és fakumpába jártam télen, és nyáron mezítláb. Tehát én egy emelkedettebb, egy finomabb, egy szebb, egy emberségesebb, meg gondolt világba vágytam, és aztán 13 éves koromban találkoztam Soltis Lajossal, Kavillón már, pici falu, 200-300 lelket számláló falu. Ott találkoztam Soltis Lajossal, akit fölvettek a Budapesti Színművészeti Főiskolára, én akkor lettem gimnazista, mi nagyon sokat leveleztünk, és amikor ő hazajött, akkor arra néhány napra mindig együtt voltunk, sűvefővel együtt voltunk, és hát én ott kezdtem színházi szakkönyveket olvasni. Színjátszó csoportot csináltam ott Kavillón. Az egyik kocsmában összetoltuk az asztalokat, és az asztalabroszokból függönyt fabrikáltunk, és én ott rendező voltam, mert elolvastam egy füzetecskét a rendezés művészetéről, és ott csóztam az agyát a, nem csak nálam, idősebbeknek is. Én 13 éves voltam a csoport, legidősebb tagja meg 24, és én voltam a rendező. Soha nem láttam színházat, csak tévén. És én akkor már színész akartam lenni, és színház csináló ember akartam lenni. És aztán később, ahol csak megfordultam, mindenütt színházat csináltam. Gimnazista koromban hát a tananyag tanulmányozás, hát azt mellőztem, és hát inkább a Fischer Sándornak a Beszéd művészete című könyvét forgattam, és nem csak forgattam, hanem megtanultam az első betűtől az utolsóig, és végigcsináltam ezt a programozott tankönyvet, és hát egyéb színházi könyveket, valamint hát dráma, irodalmat olvastam. Most akkor befejezem ezt a témát, igen, mert föltetted a megválaszolhatatlan kérdést. Tehát, és akkor, amikor én színész növendék lettem, majd aztán befejeztem az akadémiát, akkor abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Vajdaságban még nem találták ki a Tanya Színházat, és hát azt a világot, amelyben én fölnőttem, az, amelyik engem fölnevelt, vagy kitaszított magából, akkor oda kitaláltuk Hernyák Gyurka barátommal a Tanya Színházat. Ez úgy adódott, és ez úgy hozzáragadt az én nevemhez. Meg hozzáragadt a nevemhez az, hogy nem tudom, a Kosztolányi Színházat én találtam ki egy bizonyos pillanatban, amikor éppen Szabadkán nem volt magyar színjátszás, és hál' Istennek a Kosztolányi Színházból aztán egy nagyon erős, nagyon izgalmas színház. Tehát nagyon sok mindent csináltam. Díjat alapítottam, megjelöltem a Vajdasági Magyar Színjátszás napját, és a többi, és a többi. De nagyon sok mindent csináltam, és így elterjedt a hírem Magyarországra is. Meg hát időközben játszottam is ezt-azt, és hát leginkább testhez álló szerepekhez volt szerencsém. És akkor hát így díjaztak is engem, meg kitüntettek, meg ilyenek történtek, és hát ezért ismerhetnek esetleg engem itt. Valóban kitaszítattál? A paraszti világ az egy nagyon zárt világ, és egy nagyon furcsa, öntörvényű, nagyon más világ, mint az úgynevezett civilizált városi lét. Ben való élés. Én nem tudtam, hogy ez ennyire más, én ezt nem gondoltam, hogy ennyire más. Nekem azért kellett megszenvednem minden egyes sikerért, és azért kellett megdolgoznom minden egyes jó gondolatomért, vagy minden egyes jó cselekedetemért, ami aztán később jónak minősült, mert én ebben a úgynevezett paraszt világban én sem szociálisan, sem érzelmileg nem voltam fölkészülve arra a világra, ami engem felnőttként ebben a szakmában fogadott. Ez engem nagyon megviselt. Tehát én egy olyan világból jöttem, ahol jóval kevesebb inger ért, mint amennyi
hát szükséggel tettne tulajdonképpen egy olyan embernek, aki, aki művészettel foglalkozik, és a világ nagy igazságait akarja feltárni, sokkal kevesebb inger ért, és sokkal egyszerűbb, de sokkal becsületesebb, sokkal egyenesebb, igazabb emberek vettek körül, és én ezt az emberfajtát ismertem meg, vele azonosultam. De ők nem taszítottak ki téged, ez lehetetlen. Vagy mégis úgy érzed? Hát nem tudom ezt egészen pontosan, és ezt most már nem is fogom életem végéig megfogalmazni, hogy vagy kitaszítottak, vagy kineveltek, vagy maguk fölé emeltek. Fölöttük vagy-e? Ők úgy szeretnék érezni. Az egy más dolog, de te hogy érzed? Egy vagy közülük? Én kitaszítva érzem magam. Kitaszítva érzem. Mert nem tudok oda visszatérni többet. Uh-huh. Tehát nem tudok oda úgy visszatérni, hogy ne nézz, mást várnak el tőlem. És én annak soha nem akarok megfelelni. Tehát amikor én visszamegyek falura, és ezekkel az emberekkel beszélgetek, én nem akarok az ő elvárásaiknak megfelelni. Mint ahogy egész életemben én arra neveltem magam, hogy a lehető legőszintébben nyilvánuljak meg. Tehát, hogyha jön egy gondolat, jön egy indulat, akkor annak úgy adjak hangot, úgy adjak hírt róla, ahogy először az ösztöneimből eredően az megfogalmazódik bennem. Tehát én, amikor oda visszamegyek, akkor egyszerűen azon kapom magam, hogy megpróbálok úgy viselkedni, mint amikor eljöttem. Tehát hiszen az az én anyanyelvem, az a bizonyos tájszólás, ami nem erős tájszólás, gyönyörűen beszélnek az emberek. Tehát gyönyör, tehát Kavillón, Tornyoson, ahol én fölnevelettem, gyönyörűen beszélnek az emberek. Nincs erős tájszólás, kicsi árnyalatok vannak. Arra én tökéletesen vissza tudok térni egyik pillanatról a másikra. És azzal a szókincsel, azzal a akár mondatfűzéssel, gondolatépítéssel. Igen, gondolatépítéssel tudok élni. De látom, hogy nem ezt várják el tőlem, valami többet várnak el, és nem tudom, hogy mit várnak el, de nem is akarok annak eleget tenni, de minden esetre idegennek érzem ott magam, és ott is idegennek érzem magam, ahová kerültem, voltak éppen. Én a saját magam nevelésével, önneveléssel nagyon sokat foglalkoztam, és én az önmagam által elképzelt, kitalált, vagy az én szememmel látott mércéknek akarok megfelelni. A határokat a lelkedben lebomlottak már? Nem fognak soha. Nem, nem fognak soha. Akkor sem bomlanak le, hogyha mondjuk Szerbia Európa Uniós tagország lenne. Na hát ezt nem tudom megmagyarázni. Ezt nem tudom. Hát egyelőre nem Európai Uniós tagország. Szerintem még 20 évig nem is, úgyhogy nem is kell ezt megérnem valószínűleg. De vannak-e határok egyáltalán, vagy ezt magunknak képzeljük? Mert én azt szeretném hinni, hogy nincs határ. A nyelv az a határ. Az idegen nyelv és a magyar nyelv, de más nincs. Vagy nagyon hiszek a magyar nyelvben? Voltak éppen mentalitásbeli határ van talán. És ez az, amiért én nem települök át Magyarországra. Ez az, amiért én azt mondom, ha Szabadkára megyek, akkor hazamegyek. Vagy a Vajdaságban, én bárhol otthon érzem magam. Tehát én Újvidéken is otthon érzem magam, vagy nem tudom, Temerénbe, Szabadkán, bárhol. Más mentalitás, ez a 60 év, vagy nem tudom én hány év, vagy most már nem tudom, 80. De hát minden esetre a szocialista éra az megtette a maga hatását. Itt is, a lelkekben, meg ott is. És másként nevelte itt az embereket, és másnak nevelte ott az embereket. Mi egy ilyen emberarcú szocializmusban nőttünk fel, és nekünk világútlevelünk volt, mi látszólagos szabadságban éltünk, és hát mi kis emberek ezt nem éreztük, hogy ott valójában nagyon komoly elnyomás
történik, nem éreztük. Ezt már most felnőtt fejjel fogom fel. Akkor én ott, tehát ott, az ember, ott a kis ember szabadnak érezte magát. Igen, igen. És hát a mentalitásában másként fejlődött, és különbözik. A magyarországi magyar meg a vajdasági magyar igenis különbözik egymástól. Mennyire fogadnak el téged a magyarországi magyar színházak, mint magyar színészt? Te ízesültél ebben? Nem. Nem éreztetik velem, tehát nem éreztetik velem azt, hogy én nem magyarországi vagyok. Én eddig, amely színházakban megfordultam, én ott azért néhány nap után már egészen otthon tudtam érezni magam. Én a színházban vagy ilyen hétköznapi butaságokról beszélek az emberekkel, nem butaság, nagyon fontos dolgok, tehát az élet úgynevezett nagy dolgai, de mint magánemberek. Na most aztán, amikor a szakmával foglalkozunk, tehát amikor dolgozunk, akkor hát én hajlamos vagyok nem észrevenni ezeket a belső villongásokat, meg harcokat, meg... Én ezt nem. Tehát én ezzel nem foglalkozom. Engem nem foglalkoztat, tehát én nem vagyok érdekelt, fél. Annyit látok, hogy a magyarországi színész az szolgalelkűbb, de csak külsőleg. Tehát fejet hajt, és a rendezőnek vagy az igazgatónak nem mond ellen. Te egyébként kemény szavú rendező vagy? Akarnok? Nem. Mindaddig, amíg látom, hogy amikor rendezek, akkor arra igyekszem rávenni a színészeket, a kollégákat, hogy gondolkodjanak, hogy alkotótársak legyenek. És hogyha látom, hogy nem alkotótárs, akkor még mindig biztatom a felé, hogy gondolkodjon, hogy a saját véleményét sugározza, és ne én kényszerítsem rá, hogy megrendezem úgymond neki a jelenetét, vagy megmondom, hogy mit kell, hogy gondoljon, hanem várom, hogy gondoljon valamit. Na most, hogyha nem gondol semmit, akkor viszont akarnok leszek. Akkor viszont megkövetelem tőle, hogy azt gondolja, amit én gondolnék az ő helyében. És ennek a reciproka, amikor színész vagy? Hát állítólag én nem vagyok könnyű színész, könnyen kezelhető színész. Mert hogy? Azért, mert én egy szerepről mindig gondolok valamit. Tehát leginkább gondolok valamit. És aránylag én sokat készülök, tehát én már az olvasó próba előtt aránylag fölkészült vagyok. Hát ha módom van rá, ez szinte mindig így van. És én mindig gondolok valamit, és van valamilyen vízióm. Na és akkor jön a rendező, és lehet, hogy teljesen más vízió, teljesen más elképzelése van. Na akkor baj van velem. De én nem akarom, hogy baj legyen velem, tehát én igyekszem megfelelni a rendező elvárásainak, de mindig ott kapál bennem, hogy nekem miről szól ez a szerep. De olyan nagy ellentmondások azért soha nem voltak. Voltak nagy viták. De a nagy viták azok kellenek, azok szükségszerűek, azok fontosak. Azok nekem is fontosak. Lehet, hogy a rendezőnek is fontosak, hogyha mit tudom én. Hát sokkal intelligensebb vagy okosabb nálam a rendező, és ilyen nagyon sok van, akkor nyilván rajta nem segítek. Na nem, hát most elviccelem, de egyébként azt gondolom, hogy azokban a darabokban, ahol fontosabb szerepeket játszott, nagyobb szerepeket játszottam, ott biztos, hogy nagyon sokszor meg volt rá példa, hogy kicsit módosítottam a rendező koncepcióját. Nem azért, mert én nagyon akartam érvényesülni, vagy nem tudom, én a kollégák előtt játszottam az agyam, és előadást tartottam arról, hogy én mit gondolok, hanem azért, mert itt kapál bennem az igazságnak a keresése is. Mi dolgunk a világon, nekünk úgynevezett művészeknek, vagy művészettel foglalkozó embereknek, ha nem az, hogy keressük az igazságot.